koszorúzás a Semmelweis napon, Semmelweis napi ünnepség, alacsony vízállás Szolnoknál, csipcsup csodák. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 18-án 18 óra 5 perckor. A kórház, valamint a város vezetői a déli temetőben megkoszorúzták Kátai Gábor síremlékét, valamint a kórház korábbi vezetőinek sírjára is elhelyezték az emlékezés virágait. Kátai Gábor 1831-ben született Karcagon, ahol 12 éves koráig járt iskolába. Ekkor apja maga mellé vette, de a kisparaszti gazdaságban nem vehette hasznát, így beállította a gyógyszertárba laboránsnak. Többre vágyott azonban a tégelyek lombikok tisztogatásánál. A gyógyító eszközök és a gyógyszerek készítése magasabb élethivatást topott a lelkébe, gyógyszerész lett. Éveken át dolgozott Karcagon, majd Budapesten beiratkozott az orvostudományi karra. Az 1857-ben megindult orvosi hetilap munkatársa lett, több mint 100 cikke jelent meg benne. 1861-ben szerezte meg az orvosi diplomát, néhány nappal előbb szülővárosa megválasztotta a Nagykun kerület orvosává. Bejárta Németország akkor kórházairól híres városait, majd Londont és Párizst. Tanulmányozta az egyetemi képzést, az orvosi kar nagyszerű szemléltető eszközeit. Előadásokat hallgatott, érdekelte az orvostudomány és a természettudomány minden új vívmánya. Mutatja ezt könyvtára is, melyet már gyógyszer és segéd korától kezdve gyűjtött, és a hagyatékában fennmaradt jegyzék 2362 kötetet sorol fel. A beszédek után a megemlékezők koszorút helyeztek el Kátai Gábor sírjánál. A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Kátai Gábor kórházban a Semmelweis napi ünnepséget. A kórház díszudvarán tartott ünnepségen jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Szepesi Tibor polgármester, Piroska Miklós, a Jászlajkun-Szolnok megyei Hetényi Géza kórház főigazgatója, Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor kórház főigazgatója és a kórház vezetősége, valamint több önkormányzati képviselő is. Születésünk pillanatában mellettünk van a szülésznő, a szülészorvos, aztán a védőnő, később az orvos, házi orvos, és hogyha a szükség úgy hozza, az orvosok, ápolók, gyógyszerészek sokasága. Ez a szolgálat tehát egy életre elkísérő, nem könnyű feladat. Ezért nem mindegy, hogy milyen értéknek látja a társadalom, a város, a térség, az ápolót, a gyógyítót, a gondozót. Amikor orvosi ellátásra van szükségünk, szinte mindent megadnánk az egészségünkért. Legyünk tehát hálásak mindazért, amit egészségünkért, gyógyulásunkért, egészségvédelmünkért az egészségügy dolgozói önök tesznek nap mint nap. Ünnepeljünk tehát. Köszöntsük azokat, akik a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották az elmúlt évben, években. Legyünk hálásak azért a munkáért, sőt néha küzdelemért, ahogyan önök hivatásukat gyakorolják. Hiszen minden nap nyújtanak valamit embertársaiknak, akiknek gyógyulásából, fájdalmuk enyhüléséből kell újra és újra erőt meríteniük. Tisztelt ünneplő közösség! Az ünneplés mellett ma emlékezünk is. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjének ismerünk. Emlékezünk arra az orvostudósra, akinek önfeláldozása, kitartó harca a gyermekágyi láz ellen, életében nem nyerhette el jutalmát. Tragikus halálát végül az a kórkép, az a szepszis okozta, amely ellen egész életében küzdött. A betegség ugyan legyőzte őt, de emlékét nem törölhette el. Nincs olyan család, melynek tagjai között ne lett volna olyan anya, kinek sorsát
Samuel Weiss felismerése és küzdelme ne befolyásolta volna. Nagyné László Erzsébet főigazgató szintén köszönetet mondott a mintegy 600 kórházi dolgozónak, akik az elmúlt másfél évben rendkívüli magas szintű áldozatos munkát végeztek a betegek gyógyulása érdekében. Annyi köszönetet kellene elmondanom, hogy legalább 600-at felsorolni, akik jelenleg itt dolgoznak, mindenkinek megköszönni a munkáját, külön-külön akár, és azoknak a közreműködőknek is, akik segítik a mindennapjainkat, azt, hogy a ügyeleti időszakot és az osztályos munkát, vagy akár a járószakrendelőt is tudjuk vinni. De most én elsődlegesen hozzátok szeretnék szólni, akik a nap 24 órájában minden nap itt vagytok velünk, és az itt lakókért, az itt élőkért, a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozókért dolgoztok minden nap. Az elmúlt két év úgymond nem volt hagyományos a mindennapjainkban. Alkalmazkodni kellett nagyon sok mindenhez. A kipakolások, átpakolások folyamatosan zajlottak, a fertőtlenítések, az osztályok átalakítása, és talán most erre a hétre jutunk el oda, hogy visszarendeződhetünk. És visszarendeződhetünk, és újraindulhatunk, mert ahogy az a bevezetőben is elhangzott, egy kicsit visszafogottabb, vagy kicsit már élhetőbb koronavírus járvány van most folyamatban, és várhatóan ez is marad. Amihez mi, az egészségügyben dolgozók, ti, az ellátók, és hát a lakosok is alkalmazkodtak. Szabóné Tarnai Lilla ápolási igazgató helyettes az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról emlékezett meg. A baktériumokat még nem ismerő, ezért a jelenség okát hullaméregnek nevező Semmelweis a fertőtlenítést oldott klórmész használatával oldotta meg, és bámulatos sikereket ért el. Kevesebb asszony hunyt el az osztályán, mint a bábaképzőn. Kollégái ugyanakkor botrányosnak tekintették kijelentését, miszerint ők a felelősek a kismamák haláláért. Továbbá nem volt ínyükre a 10-15 percet igénybe vevő, feleslegesnek vélt unalmas fertőtlenítés. A bécsi állását elveszítő 1850-ben Magyarországra költöző orvos a Pesti Rókus Kórház osztályán szabad kezet kapott, ahol a szigorú intézkedéseivel az akár 8-18%-os arányról 0,1-0,3%-ra tudta leszorítani a gyermekágyi láz mortalitási hányadosát. 1851. májusban vevém át ezen osztály orvosi vezetését, és vezetém ezt 1857. június haváig. Ezen idő alatt 1000 szülés jött elő, melyek közül 8 halt meg gyermekágyi lázban. Emlékezett vissza 1858. májusában az Orvosi Heti Lapban. Az emlékezés után Molnárné Gyűri Erika óvodapedagógus hegedűjátékával köszöntötte a kórház dolgozóit, majd díjakat, elismeréseket adtak át. Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként Karcag Város egészségügyi és szociális szolgálatért díjat adományozta Pesti Csaba Barnabásné osztályvezető ápoló részére. A díjat Szepesi Tibor polgármester adta át. A Kátai Gábor Kórház igazgató testülete posztumusz Kátai díjat adományozott dr. Nagy István Elek főorvos részére. A díjat özvegye vette át Nagyné László Erzsébet főigazgatótól. Kátai díjat vett át az ünnepségen dr. Szentes Gábor Tamás főorvos, több évtizedes, lelkiismeretes, magas színvonalon végzett munkája elismeréseként. Megdőlhet az eddig mért legalacsonyabb tiszai vízállás Szolnoknál. Szolnoknál az eddigi legalacsonyabb tiszai vízállást 2003. augusztus 21-én regisztrálták. Szolnokon a Tisza vízállása ma reggel 7 órai adatok alapján mínusz 270 cm volt, az eddig mi észlelt legkisebb vízállás mínusz 279 cm, tehát 9 cm-re megközelítettük az eddig mért legkisebb vízállást. Ez a vízgyűjtő területen hullott rendkívül kevés csapadék hatására következett be.
illetve a most tapasztalt nagy hőség is ezt hozzásegítette, hogy ilyen kis vízállásokat észlelünk a Tiszán. Ilyen kis vízállásnál például a régi törökkori híd maradványai pillérei láthatók itt a jelenleg mostani közúti híd szelvénye fölött, hogyha lenézünk a mederre. Hetek óta jelentős csapadékhiány sújtja a térséget, amit a porzó termőföldek mellett a folyók rendkívül alacsony vízállása is hűen tükrözi. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a kiskörei vízlépcsőnél 320 cm-es vízszinttartásra térnek át. Kisköre alsónál egyébként az eddig mért legkisebb vízállás 321 cm volt, amit 2009. szeptember 29-én jegyeztek fel. Mivel a kiskörei vízlépcsőn olyan speciális üzemrendet vezetnek ilyenkor be, amelyen folyamatosan biztosítható a szolnoki víztisztító mű vízellátása is az üzeme. Szolnoknál az eddigi legalacsonyabb tiszai vízállást 2003. augusztus 21-én regisztrálták, mikor is 279 cm-t mutatott a vízmérce. Az elkövetkező napokban várhatóan pár centivel megdőlhet ez a rekord. A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja nagy NTP kötőjel nagy SPEC kötőjel 21 kötőjel 0064 Csipcsup Csodák anyanyelvi komplex tehetségfejlesztő program elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 11 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Csipcsup Csodák anyanyelvi műhelyben 14 gyermek vett részt Rauschenberger Gáborné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 60 órás program célja. A versek, mesék hangulatával, ritmusával alapoztuk meg a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését, az egyéni képességek alakításával, személyiségük fejlesztése komplex tehetséggondozó programmal valósult meg. A gyermekek erősségeinek és gyenge pontjainak feltárását követően differenciált, komplex személyiségfejlesztés képességgazdagítás történt. A komplexitás segítette elő, hogy bátrabban mondják el véleményüket, könnyebben fogalmazzák meg gondolataikat, álljanak ki önmagukért, fejlődjön interpersonális és intrapersonális képességük. A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztatták szabad önkifejezésüket, jó alkalmat adott a kommunikáció és a beszélő környezet a társalgási kedv fokozására, személyiségük formálására, társas kapcsolataik alakítására. A műhely munkák, az évszakok, azon belül az évszakokra jellemző természetbeli változások és az állatvilághoz kapcsolódtak az éves tervben összeválogatott igényes irodalmi művek, drámajátékok. A mese élmények dramatikus mesefeldolgozással, bábjátékozással valósultak meg a műhelyben, a kézműves tevékenységekkel megtámogatva. Komplex élményeket biztosítottunk, melyek segítségével erős érzelmi kötődést alakítunk ki a gyermekek és a művészetek között. A mágikus világkép a csodákkal és átváltozásokkal teli esztétikus, igényes, életkornak megfelelő irodalmi művek összeállítása lehetőséget teremtett az alkotó, kreatív, belső képi világuk kifejezésére a komplex program keretében. Élmény, szerző és lazító programok, a debreceni Vojtina Bábszínház előadásának látogatása. A kirándulás lehetőséget adott a hátrányos helyzetű gyermekeknek eljutni a Bábszínházba. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!